proletariátus arra használja majd fel politikai uralmát. Munkás forradalom. Még mit nem? Szabadság, egyenlőség, testvériség, új világrendet építünk. Megjelent a Vörös Újság. A kormány 22 bolsevikot szabadon engedett. Megkezdődött a munkások felfegyverzése. Szenzáció! Csinálj végre rendet. Bármilyen eszközbe vethetsz. Mindent likvidáljuk. Samueli megszervezi a leghírhettebb különítményt, a Lenin fiúkat. Ők már külső megjelenésükben is félelmet keltenek. Fekete bőrkabátban, Lenin sapkában, derékszíjasan, állig fölfegyverkezve portyáznak. Vidéken a nép által csak halálvonatoknak nevezett páncélozott járművekkel közlekednek. Bestiális kegyetlenséggel kínozzák, gyilkolják az embereket. Mit jelent ez, Béla? Végre szabad kezet kapok? Azt.